Üdvözlöm a kedves nézőket, az én nevem Kenta, és ismét egy újabb My Little Pony Game Loft részre jelentkezek. Nos, legutóbb ugyebár ott hagytam abba, hogy megszereztem az Esti Goodmandot, ki is raktam, át is vettem, emellett még más pardon, ponikat is megszereztem, azokat is átvettem, azok voltak a boss ponik, és ugye azt mondta, hogy legközelebb akkor fogok érkezni, hogyha fejlemény van. Na, elnézést. Most ott fogok jelentkezni, tehát most jelentkezek, mivel hogy fejlemény van. Na, egy dolgot meg szeretnék mondani, miért belevágnék. Mégpedig az, hogy amint lehet látni, hogy a... meg lehetett venni az Architecture Unicorn-t kedvezménnyel, amikor ez a kép készült. Meg volt például olyan is, hogy ez a hát kollekciós lista visszaérkezett. És... hát lehet látni, hogy meg lehet szeretni megint Charity Kindheart-ot, Spoiler Ditch-et, Wildrider-t, meg persze Green, a Mr. Greenhoops-ot azt hiszem úgy hívják. Most hirtelen nem jut eszembe, majd úgyis mi eljutunk oda. És persze ezzel az alkalomból meg lehetett venni kedvezményesen, rossz irány, ezeket a ponikat kedvezménnyel. Meg persze volt ilyen is, pardon, ilyen kedvezményes bundle, hogy Wildrider-t meg lehetett venni. Mellé még 10 masnit, meg ezt a Sand of Time dekorációs cuccot, 1400 forintért, hogy durván. Meg is vettem, mert mondom, miért ne. Aztán persze meg Spoiler Ditch-et is meg lehetett szerezni, meg lehetett venni, 50 gemet meg 5 masnit, 70%-os kedvezmény, 1600 forintért. Meg persze, ja, Mr. Greenhoops, jól mondtam, volt arra, hogy 70%-os kedvezmény lehetett megvenni Mr. Greenhoops-ot, 2700 forintért, mellé ezt a mandárjesztőt, meg 120 gemet. Persze azok most nem jöttek össze, mert Windider az nem tudom, valamilyen csoda, hogy de mégis az aztán meg Fashionable Unicorn is le volt értékelve, meg persze Misty Fly is visszajött, milyen érdekes, mondom, megint 2016 forintért, ilyen 70%-os bundle kedvezménybe, és meg lehetett mellé venni még ezt a Griffod szobrot is, meg 500 szívet. Ez a kép, csak azt akarom megmutatni, hogy véletlenül nem tudom, hogy mozgattam a játékban a képet, és véletlenül kiástam egy ilyen dolgot, csak azért mutatom meg, mert tudjátok, hogy én ilyen vagyok, hogy minden apró változást megmutatok, nem tudom miért. Aztán persze volt, van egy ilyen kép, hogy pardon, nem is kép, hanem hogy ilyen feladat. Hogy mindjárt látják, hogy mi ez, de van egy ilyen hétvégi feladat, hogy a Krisztumányban el kell 200 000 pontot, és akkor miénk lehet 3 ilyen zöld célna, meg ez a kakas dekorációs kellék, meg persze Green Javel is. Meg persze vannak itt ilyen kedvezményes pónik is. Most nem fogom felsorolni mindent, csak megmutatom az árukat. Az árukat, hát az áraikat. Meg persze a Crystal Empire pónik is le vannak úgymond értékelve. Jó sok. Meg persze Sprinkleman is, ja Medley is, az nem új pónyag, mi még nem jött be, na mindegy, meg akkor ilyen dekorációs, mik ezek? Termelők itt a Crystal Empire-ben, azok is le vannak értékelve. Na, ez az a kép, itt van az, hogy meg lehet szerni Grinchevőt, ez a kép mutatja. Azért, mert hogy most van a kínai újhold ünnep, mikor ez a felvétel készül pont ma van, és ma a kakas éve van. Valami ilyesmiről van szó, azt tudom. Aztán persze vannak ilyenek, hogy a igen, hoppá, ezt kinagyítottam, elnézést, nem tudom, azért nem volt. Na, hogy a... pardon. Mi kezdek? Tehát a kristály pónik le vannak értékelve. Meg persze vannak itt másfajta pónik is, a bejek így bejöttek leértékelve, meg le lehet ilyen pónikat is durantani. Majd mindjárt látják, hogy ez... mik is valójában. Na, de először, ami a legfontosabb, hogy kirakjuk azt a ponit, aki miatt leginkább csinálom az egész videót, mert ő miatt csináltam az egészet. Igen, szóval a Windrider az nem nagy pardon, tehát nem meglepő, hogy ő lakik valahol, hisz végül is ő egy Wonderboltos akar lenni, legalábbis csak addig, amíg Spitfire hát ki nem rúgta, inkább elbocsátotta, mivel hogy a rekord megtartása miatt ki akarta volna rúgatni Rainbow Dash-t. Na. 4 órákét lehet vele játszani. Igazából Windrider nem az én kedvenc karakterem az eset óta, de hát most mit csinálják, őt tudtam először megvenni, mert valójában Spoiler Ditch-et akartam megvenni, de hát Diamond Tiara édesanyja, de hát az majd legközelebb, remélem, hogy hamar vissza fog jönni. Tehát, his wings are true as he soars through the skies.
But beware his words, for this pony lies. Lies az nem hazugságot jelent, tehát, hogy mindegy. Nem tudom, sok itt a olyan szó, amit nem ismerek. Tehát, hogy hazudik össze-vissza csak azért, hogy megtartassa a rekordját, valami ilyesmiről van most szó. Na mindegy. Oké, okay, nézzük akkor meg, hogy hogy is néz ki ez a termelő, mert ez a tánciskola, ránciskola, saskabaré, az jut eszembe mindig, de... Na, tánciskola, szóval... Balettcipő és tütű. Nagyon szép. És egycsillagos pónit kell ide belakni. Nézzük, hogy van-e olyan egycsillagos pónim. Hát... pardon. Merből belakom, más nem tudok ide rakni. Jelen helyzetben, és akkor el is helyezzük ezt a termelőt. Nem mint hogyha itt útba lenne. De valahova máshova akarom elhelyezni, csak nem tudom, hogy hova. Majd ások neki egy kis helyet, addig ide pont jó lesz. Oké! Okay. Na! Akkor nézzük meg, hogy mik is ezek a feladatok, amiket én mutattam. Nem mutattam, csak hogy beszéltem. Na! Ilyen hétvégi feladat van, hogy... Azt hiszem, hogy ez Apple Sauce Nagyi. Ővel kell repülni a Ponies in the Sky Peresprite-os repülős játékban, és akkor jutalmon meg lehet szedni 8 gemet, azt nem tudom, hogy ott milyen póni akar lenni. Meg persze, ebben is elkezdtem halani, csak azért, mert a Crystal Mine-on kell menni, hogy megszerezhessük Green Jewel-t, ugye bár, és mindjárt meg is van. Addig azt a... Ja, már majd, már kevesebb, mint 20.000 pont hiányzik nekem. Érdekes, most én akkor azon ízlek, hogy nekem kéne mutatnia egy számot. Vagy hogy nem kéne váltani, igen, szóval Silver Span lehet megszerni ezzel a kollekciós listával, akik itt vannak. Annyira jó lenne tényleg a Shadow Boltosokat vagy Minieket megvenni, de hát jó, most ezek csak ilyen szélpónik, tehát ilyen kedvezményes megvásárolható pónik. Ugyan nem változott semmi. Pónikban például csak itt van Duantari Sunshovet, Open Skies, Pony Wheelman, Sweetapple, ezzel pedig a McClot és a McClotok és a Hoofieldek fejét. És máshol pedig nincsen. Jó, azért valamivel kihúzzuk. Arra gondoltam, azt nem mutattam meg mondjuk, de van például ilyen hétvége, most erre az alkalomra egy olyan hétvége, legalábbis nézzük csak, hogy mit kapunk, semmit. Pardon. Nem szok, tudjátok, hogy egy ideje már nem csinálok ilyet, amit most fogok csinálni, de mondom, megpróbálom, most ez annyira nem fog sokat osztani, szorozni, de valamilyen ki akarom húzni. Mi lehet látni, hogy itt a Ballonpop génél van itt egy számláló, egy visz... Igen. Pont ezért. A két napig tart, oké. Okay. Két nap... Hát kevesebb, mint két nap, de... Ja, úgymond. Le 10 gemre le van értékelve a durranás. Hát megpróbálok... Azért is akarom megpróbálni, mert 4 ilyen pólit lehet megszínni. Hát, ha valamelyiket mégiscsak összehozza a sors. Hát próbáljuk meg. 4-et durrantok, de tényleg nem sokat. Az jó, hogyha... Gemeket oszd meg legalább. Ja. De mondjuk jobb lenne, hogyha inkább pónit osztaná le nekem, de hát az sem nagyon oszt soha. Hát. Na igen, ez az a probléma, amiről beszélek, hogy megint csak kiadom a gemet és nem kapok belőlük semmit. Számára technikán nem csináltad Kenta, nem is csinálom. Jó, hát milyen ez. Na jó, kész, erről ennyit. Hát azt hittem, hogy legalább, de... Én nem tudom, emberek, hogy mi van ezzel a Luffy duranos játékkal. De itt valami nem kerek. Én nem tudom, tehát... Nem tudom, mi a baj, mert valamiért tényleg nem adja meg a pónikat, pedig szerintem jól volna, hogyha azért tényleg megadná.
De hát ez a baj, hogy nem ad egy fia Pónicse, pedig fotófinis tényleg kéne. Egyébként az jutott nekem eszembe, most fotófinissel kapcsolatban, ezt még elmegyük a kristálypalotába, elnézést, majd ki akarom lakni ezt a kokos dekorációs cuccot. Az jutott eszembe fotófinissel kapcsolatban, hogy nem kéne azt csinálni, hogy ilyen solo eventbe meg kéne szerezni, tehát, hogy nem kéne megszerezni, hogy solo eventbe ilyen aktív eventek között, mert tudjátok, mi jutott eszembe? Az jutott eszembe, hogy ugyebár mikor bejött ez a frissített balonpop game játék, akkor ugyebár olyat is csináltak, hogy azt hiszem az a Bowling Pony volt. A Bowling Pony-t ugyebár azkor volt az, hogy a Bowling Pony-t megcsinálták úgy, hogy megvehető karakterré alakították át. Tehát nem az van, hogy lehetett durantani, tehát akkor már nem kellett, hogy le lehessen durantani, mert akkor már meg lehetett őt venni bármikor. Tehát most tényleg az kéne, hogy fotófinisért ezt megcsinálják. És pont azért, mivel, hogy az kéne, tudom, hogy sokat őzök, de hát hogy mondjam ezt. A lényeg az az, hogy meg kell csinálni fotófinist úgy olyanra, hogy ő bármikor egy megvehető karakterré alakítsák át. Pont azért, mert hogy ő vele is majd a későbbiekben azt képzelném el, hogy vele is lehet tokeneket gyűjteni. És pont azért lett a Bowling Pony átalakítva, mert hogy ő is szerepel abban a kategóriában, hogy vele is lehet tokeneket szerezni. És én is úgy gondolom, hogy akkor, ha fotofist is így megcsinálnak így, hogy tokent lehet vele, hogy tokent lehessen vele szerezni, akkor minden rendben volna nálam. Sok a dekoráció. Kukorékol. Milyen érdekes. Egy póni sem jött össze nekem. Ez a baj, ez a duranással. De én igazából nem is durantanék le ilyen pónikat, mert őket, hogyha úgy alakul, akkor mondjuk úgy is visszajönnek bundle-be, vagy ha már nagyon akarom, akkor megveszem őket kedvezménye, nem erről van szó. De tényleg azért menjünk Enterlotba, mert ott azért kell valamit azért most csinálok erre a rövid időre is. De tényleg azért el kéne az, hogy valamit csináljanak fotófinisszel, mert az, hogy nekem ő hiányzik, és már megint így fölöslegbe elment, hogy tudom, hogy a termelőket meg lehet venni 60%-os kedvezménye, de Miss idegölő, kérem, most ott megállsz, úgyis jó. Tehát, hogy meg lehet ne azt tényleg csinálni, mert már mennyi gemet megint befizettem, és még mindig nincs meg. Ő az egyetlen olyan fajta karakter az egész játékvilágban nálam, aki még nincsen meg. Ő az egyetlen play pony, a hivatalos play pony. Ha ő is megszerez, meg tudnám szerni, akkor a többi már gyerekjáték lenne bármikor megszerni, mert legfeljebb az lenne, hogy visszajönnének kedvező, akkor megvenném őket, vagy bundle-be, mert tényleg azért így jó volna. Nézem, hogy ezt nem. Ez sem? Nem, mert ott a szikló. Hát igen, kéne itt már egy pár helyet. Helyet kéne itt már áskálolni. Egyébként az ásásra jut az eszembe. Ha nem felejtem el, már pedig én hajlamos vagyok rá, akkor majd még visszatérek rá, hogy a helyezkedéssel kapcsolatban. Na de most először még csináljuk azt, hogy játszok egy pár pónival. Hát DJ.3 fogok egy ezres játékkal játszani, egyrészt mert már mindjárt megvan, másrészt pedig tehát, hogy mindjárt megvan a max csillaga, másrészt pedig nincsen meg a bónuszom, mert az elment a Crystal Mine-ra. De mondjuk az nem hiszem, hogy az bárkit is foglalkoztat, de azért csak úgy elmondom. Egyébként megint nincs témám. Vagyis hát lenne, de az inkább nem ide tartozik.
vádon. Vagyis hát nem olyan téma ez, ami pont ide tartozna a sorol, a játék, ennek a játék szakaszába, úgymond. Na, most, hogy elértük, akkor menjünk is vele DJ Ponsley-vel repülni egyet. Hát igen, holnap is fogok készíteni egy videót, pont azért, mert meg lesz Gringeből. Azon gondolkodok, hogy lehet, hogy most ezekkel a kedvezményekkel, most, hogy ilyenfajta eventek vannak, hogy így lehet olyan ponikat ezzel megszenni, akik még bármikor visszajönnek bundle-be, akkor lehet, hogy majd csinálok arról egy olyan fajta elképzelés, hogy akkor majd megveszem Nelly Téres anyát Betty Bowfendet bundle-be, és akkor majd úgy számolom, hogy a ponit, hogy azot a ponit, akit megnyertem, ott szerettem meg Betty Bowfendet, és amiben megvettem Betty Bowfendet, azt ott a ponit vettem meg, tehát hogy megcserélem az egészet, úgy képzelem el, úgy mint Celestia hercegnőt, amikor megszereztem Sylvester Sheriffet Munden Sir-rel. Hogy volt egy bundle, amiben megszereztem Sylvester Sheriffet, és akkor annak az árából meg le tudtam pont durantani Celestia hercegnőt, mert volt annyi gem benne, tehát 120 gem árából ledurantottam. Úgy van. Jó, hát menjünk még mi Szemsinyivel egy játékot, csak egy ezes tudok menni. De szerintem az nem zavar senkit sem. Pardon. Na, különben meg azt találtam ki, emberek, hogy egy újfajta játékot kéne bevezetni a játékba. Egy olyanfajta játékot, ahol hát nem az, hogy időre megy, de azt találtam ki, hogy föl kell vinni a póniknak a csillag, tehát hogy mit tudom én, van 5 póni, aki megvan adva, hogy azoknak a póniknak a csillagát föl kéne vinni 5 csillagra, és hogyha megvanok 5 csillagosak, akkor jutalmat kapnak érte az emberek. Tehát így tudnám azt kitálni, hogy az emberek így vigyék a póniknak a csillagját, mert az, hogy tényleg így üresbe állnak az emberek, ez így, hát nem az igazi. Mert a Ponies in the Sky pereszpeltős játékban nem sokat segített, de nem baj. Tehát a Ponies in the Sky pereszpeltős játékban látjátok, hogy nekem csak egy ideje már gemeket ad. És például az elkéne, hogy valahogy vigyék az emberek ezeknek a póniknak a csillagszintjét. Hát azért lenne az kitalálva, hogy lenne egy újfajta játékmód, ahol az kéne, hogy a pónikat tehát hogy megvan adva, hogy mit tudom én, megvan adva, hogy van neked 6 pónid. Ez a 6 póni, hát most teljesen mindegy, lehet elgondolni, most én mondok random szörűen, hogy most ott van benne Munden Sir, meg Sassy Saddles, meg Starlight Glimmer, hogy ezeket a póni, meg is még bármit oda lehet képzelni, hogy ezek a pónik lennének úgy, hogy benne lennének abban a játékban. Bizony elképzeltek, tehát hogy van egy játékfeladat, és ahhoz oda kell képzelni ezeket a pónikat, és hogy tehát mutatja azt, hogy melyik póni hány csillaggal rendelkezik, és ha a csillagszám megvan, tehát megvan a kellő mennyiségű csillagszám, nem is az, hogy csillagszám, tehát a lényeg az, ha megvan az összes, mind a 6 póni megvan 5 csillagosan, akkor az együtt, akkor van az, hogy megkapjátok a jutalmat, hú de nehéz. Várjátok, hogy képzeljétek el azt, hogy tehát vannak ilyen fajta póni keretet. Igen, mondjuk legyen így, tehát képzeljétek úgy, most így van Kokó, például így van Kokó, így mutatná minden póninak, hogy tehát rajta kívül másik 5 pónit is így mutatná, és alatta lenne az, hogy play, tehát hogy lehessen velük játszani, és hogyha játszott vele, akkor meg mutatná, hogy mennyi idő van hátra a következő játék ideig, meg persze az is, hogy le lehet rövidíteni gemért. És hogyha megvan az a kellő mennyiségű csillagszám, akkor lehet revardolni, tehát átvenni a jutalmat. Remélem értitek az elképzelésemet, de ha nem, akkor majd legfeljebb lerajzolom, azt csinálok úgy egy képet róla, külön azt fogom venni. Tehát én így képzelném ezt a dolgokat a pónik csillagjaival kapcsolatban. Na, most először elmegyünk Sweetapple Acres-be. Mielőtt folytatnánk, szerintem már ennyi volt a játék. Úgy van, mert hát azt hittem, hogy tényleg most jó, persze, de én most mit csináljak? Hát a Balloon Pop Game valamiért nekem nem kedvez egy ideje. És ez engem nagyon zavar.
Jó lenne, hogyha meg lenne csinálva az, hogy legalább már fotófinish, ha meg lenne, utána a többi poni nem érdekelne, mert az, ha kedvezménybe vagy bundlebe visszajön olyankor, amikor tényleg van pénzem, akkor én azt megszerzem. Tehát ez az nálam nem akadály. Na. Ugyebár, ahogy mondtam, itt el kéne rendezni egy dolgokat, csak a legutóbbi videómban valamiért kimaradtak. Jó, akkor rendezzünk egy pár házat. Innen jönnek a rodeó. Na, hova? Így? Vagyunk ide, nem félne be? Hát maximum így. Ez maximum így, egy kicsikét rendezkedünk, tudom. El kell rendeznem ezeket a házakat. Na ne laggolj. Ezt nem szeretem, amikor laggolsz. Ott is van kiásni való dolog, de nem érdekel annyira most engemet. Kicsikét besűrítek, tudom, de... Hoppá, megint belagoltam, de... Így legalább jó lesz. Oké. Okay. Igen. Jó, tehát akkor már csak egy bohózpóni van nekem hátra, és akkor már is készüljük. Jó. Ezeket is el kéne itt mozdítani. Bocsánat, nem így akartam. Mindjárt meg van egy kis izé, itt is van egy kis kiásni való. Jó, mindegy, jó leszünk így, ahogy vagyunk. Na. Valamit még akartam volna mondani, nem hiszem. Ó, ez új. Mert eddig mindig úgy volt, hogy csak egy póninak a... Tehát, hogyha több póninak ott egy helyen, és csak egyiknek volt kitéve az, hogy lehet vele játszani, mint most Svengalopnak, akkor csak az ő nevét jelezte ki. Tehát a többi póni, hogy lakott, azt nem mutatta. Ez viszont új. Tehát ez úgy tűnik, hogy most már meg lesz így. Megvan mindenkinek így csinálva. Még azoknál is, akik egyedül laknak, azt várjatok, meg kell, hogy nézem. Úgyhogy irány vissza Ponyville, aztán szerintem tényleg itt zárom a játékot, mert más tervem nincs, amit el tudnék itt képzelni. Kicsit így is elhúztam szerintem az időt, de mindegy. Hát... Ki lakik egyet? Ja igen, itt van Bark Biceps, ő is egyedül lakik. Nem, úgy tűnik, hogy csak akkor van ez így, hogyha több póni lakik egy házban. Igen. Jó, hát akkor oké. Okay. Itt milyen pónik vannak? Hát van itt is egy csomó póni, de inkább így. Mert ott van Mary és Flutter Holly. Jó, hát akkor már ennyi lett volna a My Little Pony Game Loft. És akkor legközelebb pedig ott fogom folytatni a játékot, hogy itt megszerzem Grinchevelt, mert biztos, hogy ez már... Ez itt már az enyém lesz. Már csak 20 000 pont kell, hogy megszerzem, és már is kész vagyok. Na. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, nézzük a filmet, és viszont a következő videóban valamit, ahogy mindig szoktam mondani, külön minden Brón és Pegasus 5-es filmnek pedig Bruhuf és viszlát.